Azért választottuk Függent, mert tavaly nagyon jól sikerült itt az edzőtábor, nagyon jól sikerült itt a felkészülésünk, minden körülmény adott ahhoz, hogy a játékosok egy kicsikét a megszokott környezetükből kimozdulva egy olyan helyen, ami gyakorlatilag szinte mindentől elzárt itt a hegyek között, csak a labdarúgással tudjanak foglalkozni, és néha szükség van arra, hogy kimozduljunk. Utána természetesen az egyébként tökéletesen felszerelt MOL Akadémián folytatjuk majd a felkészülésünket. De egy-egy felkészülés, egy hosszabb felkészülés során, amikor eléggé nehéz fizikai munkát is végeznek a játékosok, ilyenkor jó, hogyha új környezetbe egy új impulzust kapva tudnak dolgozni. És gyakorlatilag Függen ennek tökéletesen megfelelt a tavaly évben. Nagyon tényleg nagyon kellemes a környezet, jók a lehetőségeink, jók a pályák, ahol tudunk edzeni. Másul több pályát is tudunk használni. Úgyhogy ezért választottuk idén is Függent a felkészülés egyik helyszínéül. Tegnap elég nehéz edzésünk volt, majd viszonylag hosszú volt az út, hosszabb, mint tavaly. A határok átlépése miatt egy kicsikét hosszabb utat választottunk, hogy ne kelljen annyiszor határt váltanunk, így Németországba beutaznunk. Ezért a mai napunk egy kicsit regenerálóbb jellegű lesz. Azért, hogy holnaptól kezdve viszont egy elég kemény fizikai munkába belekezdjünk napi két edzésekkel, amiből majd már csak a pénteki Salzburg-elleni mérkőzés előtt fogunk visszavenni majd, akkor azért valamivel kevesebb lesz majd az edzés és a terhelés a játékosoknak, hiszen a Salzburg mérkőzés véhetően megint csak egy elég komoly terhelés lesz mindenkinek.